A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár ad otthont a Kiskun Félegyházáról indult Alföldi Szecesszió című vándorkiállításnak. Az érdeklődők 10 tematikus és 10 mikrorégiós tablón több mint 150 épületet tekinthetnek meg. Egy vándorkiállítás nyílik, amelyet február 15-ig láthatnak az érdeklődők. A Kiskun Félegyházi Múzeumból indult el ez a vándorkiállítás, és úgy kerültünk kapcsolatba vele, hogy az egyik szervező megkereste az egyesületünket, hogy az alföldi szecessziós épületekből szeretnének átnyújtani egy csokorra valót, egy kiállításra való fotót bemutatni, és kértek tőlünk is fotókat. És akkor nekem eszembe jutott, hogy ha már Nyíregyházáról is küldünk fotókat erre a kiállításra, akkor miért ne jöhetne el Nyíregyházára ez a kiállítás, és így az első állomása a vándorkiállításnak a mi városunk. A kiállítás alapja 2008-ban Gerle János építész szerkesztésében és Bagyinszky Zoltán fotográfus képeivel megjelent Alföldi Szecesszió című album, azonban a könyvanyag nem terjedt ki több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településre, többek között Nyíregyházára és Nyírbátorra sem. A most megnyílt tárlat mindezt pótolja. Veres Dániellel közösen kidolgoztunk egy koncepciót, ami alapján módszeresen és tematikusan elkezdtük gyűjteni az Alföldön található szecessziós épületeket, és ekkor döbbentünk rá arra, hogy ez sokkal-sokkal több, mint amit Gerle János vagy bárki más korábban elgondolt vagy kikutatott volna. Úgyhogy ebből született ez a kiállítás, támaszkodva részben a Bagyinszky Zoltán féle albumra is, de nagyon sok új kutatási eredmény is napvilágot látott benne. És azzal a céllal fogja járni az országot, a vándorkiállításának első állomása Nyíregyháza, hogy felhívja erre a rendkívül gazdag és fontos szecessziós épített örökségre a figyelmet. A kiállítást Nyíregyháza után Nyírbátorba szállítják a Bátori Múzeumba, de látható lesz később Szegeden, illetve több határon túli településen is bemutatják majd az építészet kedvelőinek a négy nyelvű tablókat.